Egy alig pár négyzetméteres terület három problémájával is küzdenek a lakók a Sugárúca 12-nél. Az épület ugyan fel lett újítva, de a helyi védelem alatt álló kerítés mára baleset veszélyessé vált. Emellett a szennyvízvezeték rendszeresen meghibásodik, amit a lakóknak saját költségen kellett több esetben kiavittatniuk, mivel hivatalosan nincs gazdája az érintett parcellának. Nem lesz addig, megint nem lesz elő. Kilátás nincs meg a kerítés utolsó, a kilátás gátló elemét is számításba vesszük, akkor már négy tényező jelent komoly problémát a területen. Dua szerint az pozitívum, hogy a Sugár utca 12 épülete megszépült, valamint a parkoló is kiváló, de az önkormányzati területen lévő kerítés állapota kritikus, és sem a házat és a parkolót elválasztó rész, sem a szennyvízvezeték tulajdoni kérdése nincs rendezve. Ráadásul ott jártunk előtt két nappal, ismét eldugult a vezeték. A társasház közgyűlését összehívtuk, és a közgyűlés úgy határozott, hogy természetesen egy kb. 3 méteres sávot szívesen megvennénk az önkormányzattól, ezzel az a terület rendeződne. Viszont van itt egy másik nagy gond, amit meg kell említenem, ha már lehetőséget kaptam, szót kaptam, hogy van itt egy gerincvezeték, ami gerincvezeték itt a füves részen megy el, ez a gerincvezeték egy szennyvízvezeték. Most ennek a szennyvízvezetéknek volt egy hibája, amit februárban azonnal meg kellett javítatnunk. A társaság több millió forintot fizetett ki azért, hogy újra tudjuk a szennyvizet használni. Viszont az önkormányzat területén lévő dolog, én azt gondolom, hogy a vízműhöz tartozik. A vízmű azt állítja, hogy nincs szerződése az önkormányzattal, tehát ez egy rendezetlen dolog. Jó lenne rendezni. Dua Ferenc még a júniusi sorosülés előtt kereste meg a terület önkormányzati képviselőjét, Berta Krisztiánt az ügyjel. A kerítés felújításának és a terület rendezésének kérdését elfogadta a közgyűlés, Érdekesség, hogy a Fidesz frakcióból Szabó szülád és Radics Bálint is támogatta az előterjesztést. Bár a Krisztián arra emlékeztetett, nem ez az első olyan probléma, amit az előző városvezetést nagyobb odafigyeléssel megoldhatott volna, ugyanis a múzeum téri parkoló 2019-es fejlesztésénél rendezhették volna a kerítés ügyét. Az akkori tervezési hiányosságok vagy, vagy nem törődömségek okán uh, állnak elő újabb problémák. Ez is részben hasonlít ahhoz a történethez, hiszen, uh, hiszen ez a kerítés már akkor is itt volt, akkor is ilyen állapotban volt. Illet uh, volna arra is gondolni, hogy, hogy ebbe a parkoló projektbe valahogy beleszuszakolni a, a helyi védelem kerítés ügyét, hiszen látjuk, hogy már dől kifele is. Egy, egy súlyosabb, nehezebb nehebb, vihar esetén bármilyen katasztrófa is történhet, és, és jó lenne nem akkor ébrednünk. Tehát ezért is készült ez az előterjesztés. A közgyűlési döntés értelmében december 31-ig el kell készítetni az önkormányzatnak a kerítés felújításának tervezetét.